Mi az a lökés előtti rutin? Amikor megfigyeled a játékosokat, főleg a egyre magasabb szintű játékosokat, mindig látod, hogy van egy ilyen kis rituálé minden lökésük előtt. Tehát, hogy végig csinálnak egy pontról pontra lényegében ugyanazt a lépéssorozatot. Ezt érdemes neked is elsajátítani. Hogyan nézzen ki egy lökés előtti rutin? Két lökés között mit gondoljunk végig? Na nézzétek itt például a 9-es játék. Ugye egyes golyóról a 2-esre terelek, utána pedig a 3-asra. Ugye 3 golyóra előre terelünk. Ugye amit most mondok, azt minden lökés előtt meg kellene csinálnod. Jó? Tehát minden egyes lökés előtt. Az első, amit nézd meg, hogy milyen szög van tehát a fehér golyó milyen szögben van a célgolyóhoz képest, tehát merre fog menni, ha simán megburítom, akkor merre fog menni. Tehát a bal oldalán van? Jobb oldalán van? Ugye erről nézve. Utána megnézed már a következő golyót. Ugye a 8-as játékban is ez van, ott sem lehet lökögetni ormaszájba mindenféle golyót, hanem ott is megvan egy 1 vagy 2, vagy esetleg 3 ideális golyósorrend. Azt ugye megtervezed a golyósorrendest, a stratégiai tervezéssel, és utána már lényegében azon a golyósorrenden mész végig. Tehát ott is egy golyóról golyóra tervezés van a 8-asban. Tehát nagyon figyelj, hogy oké, van B-terv a 8-asban, mert több golyóra is tervezhetsz, de nagyon sokszor egy ideális útvonal van. Úgyhogy mindig a útvonal szerinti következő golyóra nézd meg. Tehát mindig menj oda, és nézd meg, akár a dákodat is oda teheted, hogy a következő célgolyó és a lyuknak a vonala. Tehát kösd össze nyugodtan. Ugye amikor már haladóbb lesz, akkor nem kell így dákóval összekötni, akkor már így szemmel is össze tudod kötni. És meg tudod nézni, hogy a jobb vagy a bal oldalára állj. Ahhoz, hogy jó legyen a hármas golyó, a harmadik golyó. Tehát a 8-as játékban is az ideális golyósorrendben a következő utáni golyó. Jó? Tehát az első golyót belököm, akkor a jobb oldalára vagy a bal oldalára állok. Na itt például nézd meg, hogyha bal oldalára állok, az nem jó, akkor innen a fehér, ha itt koccan, akkor elfelé megy. Sokkal bonyolultabb ide jönni, mint hogyha ide állnék a jobb oldalára. Tehát álljunk a jobb oldalára, és innentől kezdve be tudom azt lökni. Jó? És belököm a 2-est oda, és arról a falról, szépen egy falról tudok jönni vissza. Jó, tehát ott belököm, egy fal, és lényegében még megfelelő szöggel is tudok érkezni a következő golyóra. Tehát ott is fontos, hogy megfelelő vonalban megfelelő szöggel érkez, hogy utána a 3-asról már jó legyen a 4-es is. Jó, tehát mindig maradjon szög. Ezt meg kell nézned a lökések előtt. Jó? Tehát melyik oldalára álljak a második golyónak? Jobb oldalára állok. Mekkora az az ideális zóna? Ugye nézzük csak. Érdemes a dákódat megint használni. Innentől, ugye ez nem jó, ha ide megy erre a vonalra, mert ugye itt kínai lesz, ugye? Tehát az akadálygolyókat is figyeld meg. Mik a veszélyek? Itt kínai lesz, nem jó. Tehát akkor ez beszűkül innentől, idáig. Ugye itt meg, ide még mehetek, körülbelül ez a vége ennek az ideális zónának, innen még be tudom vékonyozni, tehát innentől idáig. Ez a háromszög. Nézd meg az ideális zónát. Egy idő után már látni fogod, már rá fogsz nézni, mint a Neo a Matrixban, hogy már látod a háromszöget az asztalon, már oda tudtad képzelni, nem kell a dákóval ki sem mérni. Hogy melyik az ideális háromszög? És ide kell beérkezni. Na most, ha párhuzamosan kellene érkezni, ugye, az lenne az ideális, ha párhuzamosan érkeznénk, mivel most nem megy. Ezért, ha keresztben érkezünk, akkor ne a szűkebb részébe érkez, hanem a szélesebb részébe érkez. Jó? Szűkebb része szélesebb, tehát ez a szélesebb része, ide érdemes érkezni. És ugye figyelni kell a veszélyekre, hogy nehogy elbújjunk, nehogy kínai legyen, vagy hogyha esetleg így jövünk, nehogy elbújjunk mögé, tehát ez egy veszély, hanem ez a terület jó így. És ennek mondom, ennek a háromszögnek a szélesebb része. És innen, ha akarod, még nyugodtan próbáld is le. Állj ide, nagyon sok játékos ilyenkor előre leáll ide a beállásba, elfoglalja és megnézi, hogy honnan a legkényelmesebb. Ugye itt a kézletételt zavarhatja ez a 4-es, ugye így. Ezért így tudom megcsinálni, vagy így tudom megcsinálni. Tehát nézd meg nyugodtan, hogy mi az az ideális helyzet, ahova érkezned kell. És be tudod lőni azt a területet, azt a pár tenyérnyi területet. Na most, ehhez milyen forgató szükséges? Nézd meg, hogy ehhez, hogy odaérkezzél, ugye sima guri, és milyen forgató, most nem is kell forgató, most nem kell se jobbos, se balos,
Igazából egy közép-felső gurítás kell, és a tempó, milyen tempó kell hozzá. Ha nagyon erős tempóval lököm, akkor nem jó, mert innen elszaladok. Innen elszaladok, és itt már megint nem jó. Tehát erről az oldalról már bonyolultabb a helyzet. Ha nagyon nagy a tempó, le is eshetek középre. Nézd meg a lyukakat is, kerüljük ki az összes lyukat. Tehát mi az az útvonal, amivel az ideális, tehát biztonságos útvonalon el tudsz jutni az ideális zónába, és ehhez milyen forgató és milyen tempó kell, ezt is át kell gondolnod. Jó, tehát miközben a két lökés között krétázgatsz, ugye krétázás közben, érdemes ezeket végig gondolni. És utána, amikor ez megvan, és megvan a cél, akkor fogod elfoglalni a beállást. Jó, csak akkor, és mielőtt elfoglalod a beállást, amit nagyon sokan el szoktak felejteni lustaságból, hogy a végén meg kell nézned a meglökendő, tehát annak a célgolyónak, amit meglöksz, annak a vonalában a találati pontot, tehát a fantom golyót. Nézd meg a fantom golyót. Lyuk közepét összekötöm a golyó közepével, ott a fantom golyó, ott a középpontja, és oda kell löknem. Ugye itt is, ahogy haladóbb leszel, már nem kell ezt így a dákóval megcsinálni, ezt így, de egy idő után látni fogod, képzeld oda a fehéret. Tehát képzeld oda, mintha a fehér ott lenne a találati pontban. Ugye, ami egyenesen ott belöki. És ezt a fehéret, és mikor ezt elképzelted, ezt a találati pontod, akkor ne vedd le róla a szemedet. Tehát megvan a találati pont, nem veszem be róla a szemem, krétázok, hátraállok, és most foglalom el a beállást. És ugye itt már maga a lökés rutinról, ugye az első videóban beszéltem, az első videó végén, én egy 7 pontos lökés rutin szoktam a végére, amikor már a beállást elfoglalom, 7 pont, azt mondja, hogy 1-2, tehát elfoglom a beállást, utána 3 a vízírozás, még a fantom golyóm mindig ott van a szemem, megállok. Négy, felhúzom, 5, kilököm, 6, lemaradok, és 7, felállok. Jó? Tehát ez a 7 pontos technika. Tehát mutatom még egyszer. 1-2, ugye két lépés, 3 a vízírozás, megállok, 4, felhúz, 5, lágyan átszúr, ugye nem állítom meg a dákot, ha átszúrom, 6, lemaradok, mert ha ez nem lenne egy külön pont, akkor felugranál, 6, lemaradok, 7 felállok. Jó? Tehát az, amit most elmondtam, ezt a gondolkodásmenetet, ezt a logikát ugyanilyen sorrendben érdemes neked is megcsinálnod. És figyeld meg, amikor látod az Eurotúron vagy más mérkőzésen a nagy játékosokat, ők is megcsinálják. Gondolj arra, vannak olyan játékosok, akik rohannak az asztal körül. Tehát rohannak ide-oda, krétáznak, gyorsan szaladnának, szóval ne csináld ezt, ne csináld ezt. Lehet, hogy ők már 10-15-20 év gyakorlás után már meg tudják csinálni, hogy rohannak, mert már nagyon gyorsan fog az agyuk, de nekünk nem fog ez működni. Tehát a legtöbb játékosnak az működik, amit az előbb elmondtam, végig megyünk ezen a lökés rutinon, és minél jobban, minél magasabb szintre kerülsz, annál gyorsabban végig tudod ezt gondolni. Tehát lehet, hogy az elején még 1 perc lesz ez a gondolkodás, utána már csak 45 másodperc, és akkor egy idő után el kell jutnod, hogy kb. 30-35 másodperc alatt ezt meg tudod csinálni. Két lökés között 30-35 másodperc, tehát kb. Fél perc alatt ezt meg tudod csinálni. Jó, de ne gondold azt, hogyha 1 percig tart, vagy 1,5 percig, akkor az probléma. Ezt végig kell gondolnod minden lökés közben. Jó? És így, hogyha ezeket tényleg nem leszel lusta, és tényleg figyelsz arra, hogy mindig megcsináld, akkor sokkal több golyót fogsz belőni, sokkal több partit fogsz végig pucolni.